Hey! Jöjjön csak, Harry. Alázattal köszönöm, uram. Én inkább áldogálok itt. Vagyok én hal. Az Isten arra teremtette a szárazföldet, hogy azon járkáljon az ember. Ez a vartak savagát, kedves uram. A kötélzet olyan szoros, mint a fűző az asszonyok derekán. Látom, írt a tengerész mesterséghez. Nem szokásom más dolgába ütni az orrom, de a szakmát elég jól ismerem. Az bárkitől megkérdezheti. Irány északnyugat. Parancsára, uram. Jules, nekem tetszik ez a vénteknő. Hová menjünk vele? Hová tetszik? Akár az óceánra is. Hát persze, egy kis foltozás ráférne az öregre. De így is kihallja a legnagyobb vihart is. Szívesen megmutatnám, mit tud. De ez a szélbába még arra is kevés, hogy leütse a felesége arcocskáját. Nézze, hogy belepirult. Milyen nevet adunk neki, Jules? Legyen Duncan. Ó, nem. Nem. Inkább nevezzük kisfiunk védőszentjének tiszteletére. Saint Michelnek. Szerinted hogy hangzik? Egész jól. Szent Mihály a francia tengerészek védőszentje is. Bizonyára szüksége van pénzre. Hát, hogy is mondjam magának, uram? Hajót rendbe kéne hozni. De nekem egy vasam sincs rá. Tehát akkor szüksége van pénzre. Megmondtam, uram. Rendbe kellene hozni a hajót. De ha már pénzhez jutok, nem lesz olyan sürgős a dolog. Mit szólna, ha felajánlanám, hogy legyen ennek a híres vitorlásnak a kapitánya? Komolyan mondja. Természetesen. Hát nézze, én nálam jobb kapitányt úgyse találna. Hogy hívják magát? Alexandre Dulong, uram. Jules Verne. Irodalmár. Mindenkinek megvan a maga mestersége. Így van. Szóval megegyeztünk? Hová is megyünk? Ahová akarja Dulong. A világ hatalmas, és nincs olyan pontja, ahová ne szeretnék eljutni. Elég szűk a hely. Nekem tetszik. És nagyon boldog lennék, ha a Saint Michel fedélzetén kicsit is változtatnál az életmódodon. Nem lehet egész állónap az íróasztal mellett ülni. Egész életemben arról álmodtam, hogy részt vehessek egy igazi utazáson. Az olvasói meg vannak győződve, hogy beutaztam az egész világot. És valóban be is utaztam. Fotelban ülve. Bizonyos fokig Paganel, én magam vagyok. De az én életem másképp is alakulhatott volna. 11 éves koromban elszöktem otthonról. Egy 3 árbocos vitorlással elindultam Nyugat-India felé. Egy korombeli fiút felvettek matrózinasnak a 3 árbocosra. Volt egy kis megtakarított pénzem, és megvettem tőle az állását. Éjjel titokban vittek fel a hajóra. És elcsíptek? Hmm. Apám elkapott már az első kikötőben.
Hogy is volt? Nant mellett, Szentnazerben. Alaposan elfenekeltek, kenyéren és vizen tartottak, és aztán megesküdtem anyámnak, hogy attól a naptól kezdve csak álmomban utazgatok. Szegény anyád, Isten tartsa meg sokáig. Én azt hiszem, az olvasók milliói csak nyertek ezzel. Minden utazásod ünnep számukra. Tudod, Honorina, én teljesen beleélem magam ebbe az elképzelt világba. Már észrevettem, Zsül, hiszen a feleséged vagyok. Eleinte megijedtem tőle, aztán csak sértett. Én már csak ilyen vagyok. Amikor Hatteras kapitány az északi sark felé vergődött, írás közben vacogott a fogam. Majd megfagytam. Pedig odakint tombolt a nyár, a végén még meg is fáztam. Én pedig ápoltalak. Mézes tejjel. És most pedig... Tudod, mit szeretnék most a legjobban? Hogy Grand kapitány gyermekei viszont láthassák az apjukat. Ne lőjön rá! Elmegy magától is. Mi ez? Anakonda? Nem. Tigris piton. Hát igen, egy nyuszival még csak elbánik egy ilyen szörnyetek, de úgy látszik, ön, milord, kicsit terjedelmesnek bizonyult neki. Jó reggelt, őrnagy! Jó reggelt! Miért nem ébresztett fel, hm? Sajnáltam volna félbeszakítani tudós álmat. Ez kedves, de most már menjen aludni. Menjen csak. Buenos noches, señor. Köszönöm.
Jül! Gibraltárban vagyunk. Igen, 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 azonnal megyek. Jül! Jül! Aire, cielo. Talca, cielo, sì? Sì. Ja, tierra, arbor, nem, arbol, arbol, fa. Még mindig nem bízik bennem, őr? Folytassa csak, Paganel, folytassa szorgalmasan. Tolmács nélkül nehezen boldogulnánk. Tierra, cielo, camino, roca. Robert, subio alla roca. Subio alla roca. El camino. A Mendoza, a Carmen. ¿A dónde vamos? Paganel. No, 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 no. Recto, recto. Recto? Azt kérdezi, hogy ezen az úton, amit most elértünk, Carmenbe vagy Mendozába megyünk. És nagyon csodálkozott, amikor azt feleltem, hogy csak egyenesen, tovább arra. Szó, ami szó, valószínűleg furcsának tetszik neki az útirány. De próbálja megmagyarázni, Paganel úr, hogy miért megyünk mindig keletnek. Ez nem olyan egyszerű. Hogyan értessem meg egy indiánnal, mi az a földrajzi szélesség? Mit nem ért meg? A magyarázatot vagy azt, aki magyaráz? No, de őrnagy úr, még mindig kételkedik a spanyol tudásomban. Próbálja csak meg, tisztelt barátom. Próbálja meg. Ide néz. Mira... Esto es el globo terrestre. Aquí los paralelos y los meridianos. Aquí América. 37 es nuestro paralelo. Aquí es una persona. Elnézést, Paganel úr, mit gondol? Érti, amit mond neki? Mindjárt meglátjuk. Están percando un hombre. Hogy? Barátaim, azt kérdezte, egy embert kerestek? Están cercando a lo largo de esta línea que sigue al sol, poniente, al sol ascendente. Úgy, azt is megértette, mi az a földrajzi szélesség. Azt kérdezte, hogy annak a vonalnak a mentén keressük ezt az embert, amely a... lenyugvó naptól a felkelő naphoz vezet. El Dios entregó a las olas del mar. El secreto del hombre. Sí, el Dios. Es si se cumpla su voluntad. Marcharemos al este si será necesario y hagameros hacia el sol. Azt mondja, hogy akkor kelet felé fogunk menni. Mindig kelet felé. Ha kell, egész a napig. Látják, uraim? Micsoda értelmes nép ez. Biztos vagyok benne, hogy 20 francia paraszt közül 19 nem értette volna meg, mit akarok mondani. Paganel úr. Igen? Kérdezze meg tőle, hogy nem hallott-e egy idegenről, aki az indiánok fogságába került. Escuchaste algo de un prisioniero? Es posible. Es posible? Lehetséges. ¿Quién era? Extranjero. Egy idegen? Egy idegen. ¿Tú lo viste? No, lo sé de los indios, tiene un corazón de toro. Oh, de toro. A saját szemével látta. Ő nem, de találkozott más indiánokkal, akik látták. Azt mondja, a szíve olyan, mint a bikáé. Ugye milyen szemléletesen fejezik ki magukat? Azt akarja mondani ezzel, hogy az az ember nagyon bátor. Az apám. Az az én apám. Hogy mondják spanyolul, hogy az én apám? Es mi padre. Es mi padre. Su padre? Padre, Capitán Grant.
¿Dónde se encuentra el prisionero? Con el cacique Calcufura. ¿Quién es el cacique Calcufura? El jefe de la tribu Poyuche. Azt mondja, a Poyuche törzsbéli indiánok fogságában van. ¿Dónde residen Poyuche? No lo sé, esta tribu es hereda, su residencia siempre cambia. ¿Por qué? Tienen muchos enemigos. Oh, muchos enemigos. Mit mond? Azt, hogy ennek a törzsnek sok ellensége van. ¿Por qué muchos enemigos? Porque tienen un dios de oro. Muchos desean robarlo. Por esto están obligados a cerrarse. Nadie sabe dónde residen. Van ennek a törzsnek egy arany istensége. És sokan szeretnék megkaparintani. Ezért aztán kénytelenek folyton vándorolni, és soha senki nem tudja, hogy éppen hol vannak. Értem. Kérdezze meg tőle, hogy mikor hallott először a fogolyról. Quando por primera vez escuchaste del prisionero? Desde aquel momento el sol ya cuatro veces. Mando las pampas. El verano. Hallották, milyen szépen fejezte ki magát? Azt mondta, hogy azóta a nap már négyszer küldte el a nyarat a pampákra. Tehát négy éve. Igen, négy éve. Ez megegyezik az iratban közölt dátummal. Nos, Paganel? Igen, tessék. Gratulálok. Ezennel elismerem, hogy vesztettem. Gracias. Igen ám, de ő csak egy fogolyról beszél. Tudjuk, hogy hárman voltak. Era un prisionero o tres? No lo sé. Azt nem tudja. Az utazás ötödik hetében a csapat két felé oszlott. McNabb, Stalkov, Wilson és Robert a Puelen kolónia felé indult, hogy lovakat vásároljon. Ez az útvonal kissé eltért a 37. szélességi körtől. Hová megy Paganel úr? Érdekelne, mi van azok mögött, a sziklák mögött. Vigyázzon, el ne tévedjen. Ne feledje, milord, hogy az ön alázatos szolgája geográfus, méghozzá jó hírű. Ezt a szórakozottságával is kivívhatta volna. Ne aggódjon! Az ebéd illatára úgyis visszajövök. Attól félek, semmilyen illatot nem fog érezni. Már csak kávénk és kétszer sültünk van. És McNabb úr csak két nap múlva érkezik meg. Olbinett, az őrnagy megtanította magát vadászni, nem? Igen, milord. De annyira azért nem volt eredményes az oktatás, hogy ettől ebédünk is legyen. Nem jövök vissza üres kézzel, Olbinett.
Puelen kolónia. Kellemes híreim vannak. Megtaláltuk az indiánokat. Hol? Itt. A többiek hol vannak? A többiek szemmel tartják őket. Közölni akartam veled az örömhírt. Meg vagy elégedve? Nézze meg, uram, micsoda fogai vannak! Mi addig leöblítjük a torkunkat! Azt a lovat nézze meg, uram! Nagyon ajánlom. Hé! Menjünk be. Jól van, öreg. Hajd, Robert!
Béke minden becsületes emberrel. Jó napot! Furcsa beszéd ez egy ilyen vadvidéken. Nem hozzájuk tartozik az ott a bejáratnál? Olyan részek, hogy még fektében is, mint az árbócba kapaszkodna. Az a barátunk Sinclair. Fortunátor, segíts neki! Ezeket majd utána szolgálod ki. De nagy a mellénye. Na, add meg a buzatomat. Na, várjál csak, majd én mindjárt megviccelem. Hol a kártya? Majd elfelejted itt a nagy zűrzavarban. Na, tényleg, hol a kártya? Menjünk innen. Nézd csak meg jobban. Hát, ha nála van az inkák aranya. Mit találtál? Mi ez? Madár ijesztő. Jobb lesz, ha békén hagyod, barátom. Vald be, hogy az őseid indiánok voltak. Művész vagy. Ügyes vagy. Ilyet rég nem láttam. Uram, azonnal kérjen bocsánatot, Tálkáktól. Hallja maga, gazember. Na nézd a tök mag. Na most azt a elég volt. Csendet! Csak nyugalom, emberek! Nyugalom! Nem akarjuk megsérteni a vendégeinket. Eredj! Vendégeld meg őket! Maguk is emeljék fel! Ne kényszerítsenek rá, hogy megismételjem a parancsot. Ez az. Nagyszerű.
Robert, indulj a karámba. A gazda nyergelje fel a lovakat. Menj a táborba. Mi addig itt tartjuk őket. Indulj. Igen. Legyen szíves. Kérem, gondoskodjon a barátunkról. Én figyelmeztettem. Az uraknak semmi okuk rá, hogy rossz néven vegyék. Az a gyanúm, rossz lóra tettél, fiú. Jó nevelt ismeretlenek nem tegeződnek. Érti? Nem irigylem önt, uram.
rápido! Veled mi lesz? Amigo Tauka! Előbb még itt volt. Merre ment? Nem tudom, mintha a föld nyelte volna el. Thank you.
Hatalmas Istenünk, ne engedd, hogy igazságtalan ítéletet hozzunk. Oldozzák el a kötelet, uraim. Én nem tettem önöknek semmi rosszat. Válaszolj, ki vagy? Miért jöttél a mi földünkre? Én és a barátaim békés szándékkal jöttünk ide. Hazudik! Azért tartja a szemén az átlátszó üveget, hogy ne lássuk meg benne a hazugságot. Miért teszed a szemed elé az átlátszó üveget? Mert rosszul látok. Ahhoz még fiatal. Rövidlátó vagyok. Azért vagyok kénytelen hordani ezt az üveget, hogy lássam azokat a tárgyakat is, amelyek távol vannak tőlem. Érthetetlen dolgokat beszél. És nagyon gyanús. Azért jött, hogy elrabolja az Istenünket. Rettenetes halál vár rád, idegen. Látod azokat a skalpokat? Mind olyan fehérbőrűek voltak, mint te. Ők is el akarták rabolni Istenünket. Abstutoke turat. Hajá! A te skalpod is ott fog lógni. Védd magad. Várjon, uram, hadd mondjak valamit. Nem tudom, miért kellene nekem megvédenem magam. Bizonyítsák be, hogy bűnös vagyok. Be is bizonyítjuk. Vezessétek ide magányos szarvast. Reszkes idegen. Ha magányos szarvas felismer, meghalsz. Magányos szarvas, ez az ember nem azok közül a gringó kutyák közül való, akik megkínoztak téged? Megvakult. Az ellenség megkínoszta. Azok a mocskos préri farkasok azt akarták megtudni, hol tartjuk a kincset, őseink kincseit. Hajjá! Hajjá! Kioltották magányos szarvas szemevilágát. Egy indiánnak, egy puelcse indiánnak, a nap alatt valójának. Van ennél nagyobb bűn, de a füle jó, és megismeri az ellenség hangját. Csuk. Magányos szarvas, várjuk az ítéletet. Hadd halljam a hangját. Mondjon valamit. Beszélj! Mit kellene mondanom? Esküdj! Esküszöm. Esküszöm Istenem szent nevére, aki a világot teremtette, hogy szándékaim tisztességesek, a kezeim tiszták, és hogy soha, sem szóval, sem tettel, de még gondolatban sem, nem ártottam egyetlen indiánnak sem. Jól beszéltél. Mielőtt meghalsz, megismétled az esküt. Meg akarom jegyezni a szavaidat. Hugh.
Mit mondasz, magányos szarvas? Ismerősnek találod a hangját? Nem, nem ismerős. Ezt a hangot most hallom először. Elváltoztatja a hangját. Ezek a fehérek mindenre képesek. Ez az ember másképpen van öltözve. Tudjuk, hogy a róka is kétszer vált bundát évente. És a fehér ember sokkal ravaszabb nála. Ennek az idegennek a lélegzete tiszta. Azoké bűzlött a pálinkától és a dohánytól. Nem. Ő nem közülük való. Én már nem tudok dönteni, ketté szakadtam. Az egyik felem hisz neked, a másik nem. Ennek a beszélgetésnek még nincs vége. Egyelőre oldozzátok ki. Indios. Pardon. Szabad? Tessék. A fölöttünk lakozóknak, földanyánknak, miket kitalálnak ezek a fehérek? A ravasságuknak nincs határa. Ezek a fehérek mindenre képesek. Mit mondtál, hogy hívják azt az embert, akit kerestek? Úgy hívják, hogy Grant kapitány. És 4 évvel ezelőtt tűnt el? Igen. A nap pontosan 4-szer küldte el azóta a nyarat a földre. Hazudik! Átlátszó üveg hazudik! Olyan néven nevezi ezüst szakált, amelyet az sohasem viselt.
Várjuk meg, mit mond erre Ezüstakál. Ezüstakál nagyon soká elmarad. Már rég itt kellene lennie. Remélem, nem esett baja. Ne félj, főnök. Ezüstakál a fehérek közt is a legravaszabb. Ez lesz az utolsó próba számodra, átlátszó üveg. Majd meglátod, hogy Ezüstakál örülni fog nekem. Nagy hírt akarok mondani neki. Azt mondod, hogy Ezüstakál segítséget kért? Hogy titkát a tengeristenére bízta, és a tengeristene nektek adta át? Igen. De Ezüstakálnak nincs szüksége segítségre, senki nem bántja. Hisz ő a puercsék barátja. Szabad, oda mehet, ahova csak akar. A puercsék segítettek rajta. Jól mondtad, 4 évvel ezelőtt. A hegyekben találtunk rá félholtan. A többiek elpusztultak. Behoztuk őt a táborba. Kígyófej meggyógyította. Azóta velünk van. Ez a lányom. Hozzáadtam feleségül. A barátságára büszkék vagyunk. Ha, végre megjött. Рад вас приветствовать, капитан Грант.